Kezdjük ma is a beszélgetést a járványhelyzettel. E napon mit tudunk Zalszengrottal kapcsolatban elmondani? Hát most ö, 19 hivatalos adatok szerint 19 fertőzött van. Azért mondom mindig a hivatalos adatot, mert ahogy letesztelik az embereket, utána az ANTS keszthelyi kirendeltsége küldi nekünk az e-mailt, és onnan tájékozódunk mi is, de tudjuk jó, hogy még vannak folyamatban tesztelésre várok. Tehát ezek a teljesen hivatalos adatok, amit a Facebook oldalra kiteszek én, vagy utána az Vás, ezek a hivatalos oldalak. Az, hogy valaki azt mondja, hogy állítólag 30-40-50, az mindig csak állítólag. Ezek, mondom még egyszer, a hivatalos adatok. Nem tudom mondani biztosra, hogy csak ennyi van, hát hiszen azokról tudjuk, akiket leteszteltek. Egyébként a probléma, ez egy kiugró szám, abból adódik, hogy az általános iskolánál egy, egy osztályt leteszteltek, és ez lett a, a következménye. Egyébként érdeklődtem a betegektől, ha nem is mindenkit hívtam fel, de azért megpróbáltam tőlük informálódni. A nagy többségüknél nincsenek tünet, vagy ha kinél vannak, az is ilyen influenza-szerű tünetek vannak. Nagyon fontos az, hogy ha mennyire tudjuk megelőzzük a, a, a vírusfertőzést. Ugye itt a maszk hordásnak a fontosságáról kell beszélni, de egyébként teljesen más dolgokat is lehet csinálni, mint egy más megbetegedésnél, egy megkülésnél. Pihenjünk sokat otthon, sok vitamint tegyünk, D-vitamint, C-vitamint, szellőztessünk. Ö, gyakrabban, ugye elkezdődik a fűtési szezon, megint zárt térbe vagyunk, úgyhogy így is lehet figyelni. Én azt mondom, hogy a pánikban semmi esetre sem kell esni, de nagyon óvatosnak kell lennünk. Influenza elleni védőoltások szerintem a héten megérkeznek a házi orvosokhoz. Azt javasolják, hogy mindenki, aki teheti, oltassa be magát, és a legfontosabb az, hogy vigyázzunk egymásra. Az intézményvezetőkkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, tartom a kapcsolatot, mindenkitől érdeklődők, idézőjelben urai vagyunk a helyzetnek, tehát folyamatosan figyeljük a, az eseményeket. Olyan nagyon-nagyon nagy beavatkozásra nem láttunk szükséget, tehát folyamatosan mi figyeljük, ahol be kell avatkozni, ott beavatkozunk, de mondom, a legfontosabb azért mindenki saját magára és a környezetére, gyermekeire, családtagjaira figyeljen oda. Tudom, hogy már rossz, ez már lassan egy éve az, hogy kevesebbet találkozunk idősebb rokonainkkal, hiszen féltjük őket, de ki kell bírni. Ugye, amit lehet a hallani különböző médiumokban, hogy ez körülbelül olyan március-május környékére lesz meg a, a vakcina, addig türelmet kérünk mindenkitől. Amíg nagyobb-nagyobb probléma nem történik a fertőzöttekkel, addig szerintem kezeljük úgy, mint egy influenzát, hiszen az influenza is nagyon veszélyes egyébként, ha jobban megnézzük, világviszonylatban többen hunynak el, jóval többen hunynak el influenzába, mint a koronavírusba, de kell vigyázni rá. A megelőzés nagyon fontos, Pontos, lelkileg, mentálisan és fizikailag is jó erőbe legyünk, ezért kevesebb stresszeljünk, ne idegeskedjünk, főleg ne a víruson idegeskedjünk. Vigyázzunk a, a testi állapotunkra is, vitamin, vitamin, vitamin. Tudunk-e arról valamit, hogy hogy tesztelték le egy egész osztályt? Én, aki itt állok, egyébként meg az oktatásban dolgozom, azt látom, hogy a gyakorlat azért nem ez, tehát egy, -egy egész osztályt a legtöbb helyen nem tesztelnek rá, erről tudunk-e valamit? Hát ugye az egész protokollnak a működésében nyilvánvalóan ilyen helyzetben vannak problémák, és ez ugye nem az önkormányzatnak van, ez országos szinten van. Ugye ha valakinél felmerül a, a, a fertőzés gyanúja, akkor a házi orvos javasolhatja azt, hogy teszteljék, ez ingyenesen van ez a teszt. Ha jól tudom, akkor az adott osztályban, vagy a pedagógusok közül voltak, akiket leteszteltek, és pozitív lett, és utána gondolták úgy, hogy Pozván egy Red nevezett hely, ahol be kell menni, és ott végzik el az ingyenes teszteket. Ott történt ez meg. Ha egy másik osztályt is letesztelnének, lehet, hogy ott is előfordulnának. Ugye ezt lehet olvasni, hogy azért állt meg itt a ilyen napi szinten az ezer főnél a fertőzöttek száma, mert több lehetőség nincsen tesztelésre, nincs nagyobb kapacitás, de ha, ha, feltételezzük azt, hogy több fertőzött van Zalaszengróton, mint ez a hivatalos 19 szám, akkor viszont meg is nyugodhatunk, mert hála Isten, nem látunk nagyobb megbetegedéseket, tehát ezeken át kell esni. Nyilvánvalóan, hogy amit országosan hogy a gazdaságban van, azért elindult már az ország, most itt vannak korlátozások, ugye vendéglátóhelyeknél, hogy 23 óráig tartat nyitva, de hála Isten üzemegységeket nem kell lezárni a tudomásom szerint az Zalszengróton is nagyon sok vállalkozásoknál van A és B csoport, tehát hogy váltják egymást az emberek, hogy, hogyha valahol kitörés karanténba kell menni, akkor egyből ne álljon le a termelés, hanem kezdődhessen újból. Egyébként ugye azt meg mindenki tudja, hogyha valaki tesztet akar végeztetni, azt megteheti, ha jól tudom, hatóságjáros 19.500 forintba kerül, de mondom, az a legfontosabb, hogy mindenki vigyázzon egymásra, szociális távolságot tartsuk be, lehetőleg zárt helyre, rendezvényekre nem menjünk mi, és mi sem tervezzük egyébként, hogy ilyenek lennének. Evezünk akkor más vizekre. Tanácsadó testület új Hol volt ez, miről esett szó? Igen, ugye most már hagyományá vált, és már kialakul, ki és egyébként én úgy gondolom, hogy már egy jó kerékvágásba ért ez a történet, hogy ugye a részönkormányzatok papíron való megszüntetése után, ugye viszont tudtuk, részönkormányzatok működtek, de olyan adminisztrációs terhet jelentett meg, meg mindent más, hogy ezek megszűnt, ez, ez megszűnésre került, és egy tanácsadó testület állt fel, ami a, a különböző városrészekből szavazás út, útján kerültek be, be a testületbe, és ez minden hónap első hétfőjén ö, megtartja az ülését, és mindig más-más helyszínen, és nem is csak az az érdekes más helyszínen, hanem mindenhol Gerencsér István tanácsnok úrnak a javaslatára történik ö, valami kis főzés, sütés, most Tüske Szentpéterbe volt is krumplis palacsinta volt a menü. Ugye itt az asztalnál, a fehér asztalnál egy ásványvizezés, borozgatás és falatozás mellett jobban tudjuk megbeszélni ezeket a problémákat, ahol a különböző település részeken vannak. Itt most is ez történt, beszélgettünk, elmondták a problémákat, mi az, hogy milyen megoldási javaslat van. Én úgy látom, hogy ez, ez jól működik ez a rendszer, a következő pedig csáfordon fog lenni, az, hogy mi lesz a menü, az 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 én számomra is meglepetés lesz, és majd az év végén pedig én szeretném majd a tanácsadó testületet meghívni, és a, lezárni az évet. Merülte fel valamilyen nagyobb probléma Tüske Péterrel kapcsolatban, ha már ott volt ez az ülés? Itt az árkolással, ugye Tüske Szentpéter ugye az alam mellett egy viszonylag lapos területen, egy kis gödörbe fekszik, ott mindig a belvízzel volt probléma és az árkolással, és itt az árkolásnak is az a része, ami a közút alatt átmegy egy csatorna, amit ki kell valahogy mosatni, vagy azt meg kell nézni. Tüske általában ez ö, szokott lenni. A probléma a másik az illegális, hulladéknak a termelődése, hulladéklerakó helyeknek a, az újra termelődése ez a Tüske Szent átkötő úton és a temető mellett brutális egyébként. Ez, mindenhol foglalkozunk vele, országos szinten is az önkormányzati szövetségbe. Egyszerűen félelmetes, hogy, hogy, mik tudnak teremni egyik napról a másikra, tehát ilyen több köbméter hulladék hegyek, de ezt mint mindig mondtam, itt országosan kell megoldást, és én úgy látom, hogy a kormánynak van így egy akarata ellen, úgyhogy bízom benne, hogy minél hamarabban és kemény szankciókkal, kemény büntetésekkel lesznek itt az illegális hulladéklerakókkal kapcsolatban. Beszéltem ott, hogy szeretnénk bővíteni a a térfigyelő kamera rendszerünket, ez a város részekbe is. Ugye ott most már a technika annyit fejlődött, hogy már viszonylag kedvező áron lehet ezt megteremteni, mindezelőtt a telepítése tényleg egy elég jelentős összeg volt. Egyébként egy vállalkozóval a jövő héten fogok tárgyalni erről, hogy a mostani rendszert is megnézi, és hogyan látjuk a bővítési lehetőségeket, és természetesen, tehát az őszbeáltával, az esősebb időszaknak következtében ugye az örök klasszikus téma ez pedig a, a hegyi utaknak a, az állapota. Itt is összefogással kell megoldani ezeket a, a problémákat, mert csak az, hogy az önkormányzat egymagában az egész hegyi út hálózatot, ahol mondjuk még nagyon kevesen járnak ki, hogy azt, azt patentra, autópálya minőségre megcsinálják, ez, ez lehetetlen, és nem is ez a cél, hanem az a cél, hogy meg tudják közelíteni a gazdák, ha még lassabban is meg tudják közelíteni, azzal, hogy ők összefognak, és segítenek, gyűjtenek pénzt, a, ö, koordinálják az egész felújítást, ebben nagyon tudják segíteni, és sürgetni az adott útszakasznak az építését, mindahogy az elmúlt időszakban is volt ez az úgynevezett három pilléres út útfelújítási programba, úgyhogy én erre buzdítok mindenkit, hogy, hogy fogjanak össze, jöjjenek, és akkor természetesen mi is segítünk. Az előző ilyen megbeszélés kapcsán ejtettünk szót a szennyvízhálózat bővítéséről. Úgy tudom, hogy azóta volt ezzel kapcsolatban egy tárgyalás is. Mi hangzott el ezen? Igen, ugye beszéltünk róla, hogy már nem is tudom hány éve beadott pályázatunk, amiben még annak idején tekenye, az alakoppány és a gyár utca vége, ott ugye pár utcának a, a elvezetésének csatornhálózat bővítéséről volt szó, szóval az nem nyert tartaléklistára helyezett, utána jó hírt kaptunk az éveleén, hogy megvan hozzá a pénz, utána közben kaptunk egy rossz hírt, hogy az csak a telefejlesztésre van, utána megint kaptuk a jó hírt, hogy mégiscsak lehet csatornálózatot bővíteni. Aztán kaptunk egy levelet, hogy itt van vannak a, a, tervek, és mondjuk rá egy nap alatt gyorsan nézzük át, és hogy ez jó vagy nem jó. Ezeken mind túlléptünk, voltunk in koppányba, beszéltünk róla, jöttek a, a, tervezők, a szolgáltatótól is jöttek. Most úgy látjuk, hogy bejelöltük azokat a helyeket, amik nem voltak föltüntetve olyan becsatlakozások. Ugye ez Zala-Koppány esetében szinte az összes ingatlant érinti, amit a tervezők javasoltak, és mi is kiegészítettük. Ugye ott az október 23-a Alkotmány utca, a Gyár utca vége, és még ott talán a, a Moridzsing mondom, van, van egy szakasz, e, ott, ott, mi további helyeket jelöltünk be, és e, van egy lehetőség rá, hogy mi külterületen is, amennyiben belterületté e, betesszük, és így a, az Aranyodi domboldalot ott a Szőlősor utca ami már teljesen szinte be, beépült és laktak ez. teleprés településrendezési terben lakott területnek LK1 vagy LK2-ben minősül azt is betettük a tervbe, hogy ott is vigyék fel a szennyvízet, és akkor majd a későbbiekben képviselő testület eldönti, hogy akkor belterületbe tény nyilvánítsuk, vagy sem. Valószínűsítem, hogy a testület meg fogja szavazni. Ez nagyon fontos, mert ezzel is fejlődik az Zalaszengrót is. Az ott élőknek is, a csatornahálózat be van vezetve, akkor már összkomfortos lesz a, a lakásuk, úgyhogy azt egyrészt nem tudjuk az egész domboldalt, hiszen olyan ö, terepviszonyok vannak, meg, meg hát ugye a pályázat is véges a források, hogy ezt egyeztettünk, hiszen mi azt szerettük volna, hogy minél több területet akár alsó hegyet bevinni, de erre a pályázat nem ad lehetőséget, ezt az egyet láttuk is. Ebben tudtunk megegyezni, de ezért is rendesen kellett harcolni, hogy ez bekerüljön. Tehát én remélhetőleg ez a jövő évben már a tervezés el fog kezdődni, lehet, hogy évvége fele a kivitelezés is, de ha jól tudom, 2022. december 31-ig kell elvégezni, tehát a próbőzemet is akkor végre kell hajtani, és akkor úgy lesz, hogy a telephelyet bővítjük, itt a modernizáljuk. A mostani Bugó hanghatást azt, ö, azt legminimálisra ö, bora kívánjuk venni, tehát ezt mi kértük, tehát olyan technikai megoldásokat. Szakhatás eddig sem volt annyira, csak néha-néha, de most talán ez a modernizációval még jobban, az is le fog csökkenni. Tűrjéről fogják bevezetni a, a szennyvizet a, a szengróti telepre, modernizált telepre, tekenyéről is, ugye akkor ezek a részeket pedig bekötjük a csatornálózatba. Ünnepeljünk akkor egy kicsit, hiszen fontos ünnepek jönnek. A város életében ez hogy fog lezajlódni, tekintettel a vírus helyzetre is? Igen, áttekintettük, és egyébként minden csütörtökön leülünk, és beszélünk a művelődési házzal, a rendezvényekért felelős tanácsnokkal, a iroda munkatársaival is nézzük át, hogy hogyan legyenek meg az év végéig a programjaink. Ugye, október 23-a az 56-os szabadságharcnak az évfordulóján hagyományosan mindig egy műsor szokott lenni, most ezt lecsökkentettünk, lesz egy ünnepi beszéd és koszorúzás. Egyébként országosan is csak zászlófelvonás lesz, és a kitüntetések átadása, és megkértek minket, minden települési vezetőt, hogy ehhez miért rendezzék meg az ünnepségeiket, tehát kinn a szabadba lesz ez, és egyébként 22-én fogjuk megtartani, nem a napján, mint ahogy szoktuk is hagyomány, mert pont a vírushelyzetet helyzetet tekintve 22-én. A mindenki karácsonyát, ami az utolsó adventen van zártérben, a csarnokban, az nem lesz megtartva, viszont az advent ünnepségeket, ami megint csak nyílt színen lesz, ugye templomtéren, azt meg szeretnénk tartani. Hogy süteményvásár lesz-e az az iskolák és az óvoda részéről azt nem tudjuk, amennyiben kívánják, mi biztosítjuk nekik a lehetőséget. Műsor lesz, az emberek kijöhetnek, mondom, egy kint nyílt téren, tehát azért teljesen más, nyilván felhívjuk mindenkinek a figyelmét, hogy, hogy, figyeljünk egymásra, de én úgy gondolom, hogy ennyi idő után az, hogy ami hagyományosan szegróti advent, hogy kimennek az emberek, beszélgetnek, egy fél óráig ott vannak, megisznek egy forradbot, vagy egy forró teát, harapnak valami lehet, hogy gesztenyesütés is lesz, lesz egy műsor, akkor én úgy gondolom, hogy ezt így megtartjuk, de mondom fokozottan ö, óvatosan járunk el az évvégi, hagyományos évvégi vacsorákkal kapcsolatban, vagy évzáró vacsorákkal különböző intézmények részéről ezt még át kell beszélni az intézmény kell, hogy tegyünk-e erre erőfeszítéseket, hogy legyen, vagy sem. De én úgy gondolom azért, azért méltóképpen le kell zárni ezt az évet, mert azért nem könnyű év van mögöttünk. A két nagy ünnep vagy ünnepségsorozat között pedig a Napja minden szentek milyen állapotú temetőkbe mehetnek, vagy látogathatnak majd ki a hozzátartozók. Ahogy eddig is megszokhatták az olasz A amióta elkészült, ugye a nagy temetőnek a parkolója már, én emlékszem rá, lehet, hogy már sokan nem, hogy az pont olyan időjárási viszonyok voltak, hogy a Minden Szentekre nem készült el, és bármennyire is próbáltunk ott a, a megközelítés a lehető legegyszerűbb legyen, de nyilván voltak fennakadások. Azóta is, azelőtt is azért fokozott figyelmet teszünk, Balogh Gábor tanásnak úrral bejárjuk a, a temetőket, megnézzük, ahol szükséges kaszállás, ugye szólunk a vállalkozónak, hogy hajtsa végre. Tehát átnézzük az egész temetőt, hogy az ünnepekre mindenki méltóképpen tudjon megemlékezni a, a szeretteiről, úgyhogy ebben, ebben nem lesz hiba, bízunk benne, hogy az időjárás is olyan lesz, hogy, hogy tényleg szépen tud mindenki megemlékezni. A beszélgetésben elhangzott már a települési önkormányzatok országa szövetsége, úgy tudom, hogy egy ülésen volt nem régiben, ott megvoltak a legfontosabb témák ugye most élőben volt, ugye eddig mindig zoom vagy tehát így interneten keresztül tartottunk meg az üléseket. Most személyesen voltam fenn Budapesten szintén az óvintézkedéseket betartva. Talán az egyik legfontosabb az volt, hogy arról beszélgettünk, hogy volt a Modern Nagyvárosok programja a megyei jogú városokra, volt a Magyar Falu program, ami az 5000 fő alatti településekről, és mi középvárosok pedig kimaradtunk ebből a program sorozatba, akkor pedzegették, hogy lesz a Modern Kisvárosok programja is ezt elvitte a covid de Információim szerint jövő tavasztól már kiírják a pályázatokat az újabb Európai Uniós költségvetési szakaszba, amit kiemelt figyelmet ö, kívánnak szentelni a járási székhely településekre és az 5000 főnél nagyobb városokra. Ugye mi megkészülünk készülünk programokkal, hiszen ö, folyamatosan tehát az önkormányzat úgy áll fel, nem csak működteti a várost, hanem fejleszti is a, a, várost, is vannak tervek. Nekünk mindenféleképpen ugye a műfházunk, ami elmaradt az intézményei közül és azra, kemény adó forintok kellenek, hogy azt felújítsuk, vagy pályázati pénzek. Ezen kívül ugye a bérlakás építése, ugye nincsen szolgálati lakásunk, most ugye a pedagógus hiányban az egészségügyben problémák vannak, így jó lenne a szolgálati lakások, szeretnénk, hogyha ha egy bérlakás építési programba tudnánk menni. Ugyanúgy a szociális bérlakásoknak a megújítása is fontos szerep lehet. A munkahelyteremtés, ugye most megvan már az ipari parkunk, azt szeretnénk bővíteni Tenni. infrastruktúrálisan szeretnénk a város más területeit is fejleszteni, hogyha valaki ide jönne, akkor, akkor egyből tudjon már lépni. Tehát tele vagyunk tervekkel, tehát és szeretnénk, hogy akkor ez a jövő évben ezeket már pályázati úton pénzforrás is tudjunk szerezni. Természetesen a legfontosabb az, hogy mi magunk saját lábán tudjunk állni. Azért a mi szegedott város gazdasága nem, látszik most a vírus helyzetben is, hogy nem roppant össze, mint más település, azért az a struktúra, amit felépítettünk, vagy ami adottságunk van, azért az úgy van összet rakva, hogy kisebb-nagyobb problémákat is azért át tudjunk vészelni. A tervek közül egy megvalósuló félben van, hiszen ha körbenézünk itt a polgármesteri hivatal ablakcseréi történnek éppen. Hogy áll az építkezés? Az ütem szerint, de, ugye, az, de az ugye ez egy építke, egy meglévő üzem, tehát már mint az üzem a, a, hivatal működés és közben a felújítás. Szerintem aki ö, lakott házban felújítás végzett, az tudja jól, hogy azért nem olyan egyszerű az. Azért por van mindenhol, ha esik az eső, mindenhol sár van, mindenhol fúrás van, de ez a fejlődésnek a velejárója. A türelmünk még nem jár a végén, de hát szeretnénk, hogyha minél hamarabb azért befejeződne az épület. Mondom, a tervek szerint van, mert hát hivatalosan azt hiszem december végén vagy januárban kell átadni, de hát nyilván hamarabb szeretnénk. Azért ez 1923-ban épült ez az épület. Tehát egy ablakcserénél régi ablakok cseréjénél lehetett látni, hogy akkor ott már azért dölt vele minden. Tehát ugye ennek a helyreállítása, ez az egy kicsit ilyen, kis finom munka, ami, ami, több ideig tart, hiszen látjuk azt, hogy beszigetelni, a napelemrendszert felépíteni, vagy benne a gépészetet. Tehát ez, ezek a nagy munkák, ez idéző ebbe pikpak azért megvannak, de ezek a kis pepecs munkák ugye azzal kell várni, úgyhogy várjuk azt. Én szerettem volna, hogy a önkormányzatiság 30 éves évfordulóján átadni, de hát ez lehet, hogy egy hónapot vagy pár hónapot csúszni fog, de ugye minden az ütem szerint van, hát az egy építkezés ezzel jár. Nem örülünk neki, de hát ez van, ezzel kell együtt élni, de szerintem a látvány és a minőség az kárpotolni fog mindenkit ha már az önkormányzatiság szóba került, egy év, tíz év, harminc év, itt nagyon érdekes számok vannak az ön életében, de egy év, tíz év nagyon fontos. Igen, de a legfontosabb az a Szentjótvárás életében a 30 év, hiszen szeptember 30-án volt 30 éves az önkormányzatiság. Azért ezen átgondolni én még 30 évvel ezelőtt még fiatal, még nem is voltam szavazó polgár, de már keményen politizáltam, azóta nagyon-nagyon sok idő telt el. Ugye nyilván az embernek ez a munkája, ez a hivatása, ez a polgármesterség nyilván ez a legnagyobb szakterület, amihez legjobban ért, és szereti az ember történelmet, a politikát, tehát átnézte az, hogy honnan, meddig jutottunk. Hát mi 90-ben akkora jogkörei voltak az önkormányzatnak, most már azért ezt uh, csipkedik meg, amit egyébként nem szabad tovább hagyni, tehát ha tovább akarják szűkíteni, vagy egy, egyáltalán meg akarják szüntetni, az ellen a leghatározottabban fel kell lépni. Ugye tíz év meg azért fontos, mert október harmadikával volt az, hogy tíz tíz éve megválasztottam polgármester, és az ember óhatatlanul is átgondolja ezt a tíz évet. Egyébként nem tűnik annyinak, és az áttekinti, hogy mennyi minden valósult meg azokból a tervekből, amik tíz évvel ezelőtt a fejében megfogalmazódott. Szerintem, hogyha egy összehasonlítjuk, egy tíz évvel ezelőtt a városba milyen volt, és milyen fejlesztések történtek, azért ez elég jelentős. Az egy év az pedig meg Október 13-án volt egy éve az utolsó 2019-es választás, hogy fölállt Zalaszengrót város képviselőtestülete, és elkezdtünk az új testülettel dolgozni. Voltak viták benne, ami nagyon helyes, amit nagyon szeretek, mert ha vita van, az azt jelenti, hogy vannak elképzelések, de azért elég rendesen nyomot hagy ezen az egy éven ez a vírushelyzet. De az új képviselők is láthatják azt, hogy azért itt, itt vannak olyan helyzetek a, a városban, ahol helyet kell állni, és azonnali döntésekre van szükség. Én nagyon örülök neki, hogy a képviselők többsége azért ebben az időszakban is ott állt, és maximálisan lehetett rájuk támaszkodni, akár intézetekben, élén, akár itt a, a asszonyra gondolok, aki szinte napi szinten digitális oktatásban, amikor nem oktatott itt volt, hogy mit kell elvégezni a két tanácsnokunkra, a két hölgyre, aki az egyik a Vörös Keresztnél dolgozik, másik pedig a, a gyermekjóléti a szociális intézményünknél. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy, hogy így összerázódott, itt bajban ismerszik meg az ember, és én úgy gondolom, hogy a többség az nagyon jelesere vizsgázott, hiszen itt volt minden pillanatban, meg hát melletted azért dolgoztunk is rendesen, és remélem, hogy még nagyon sokáig együtt fogunk dolgozni, és nagyon sok jó dolgot teszünk az városában.